Azért nem állítom miniszterelnök jelöltet, mert nekünk fiataloknak, a Momentum generációnak ez egy röhely. Tehát ez egy kommunikációs húzás mindenki részéről. Sokkal erősebb egy csapat, ami folyamatosan tud változni. Ha egy vezetőd van, akkor ki vagy szolgáltatva az ő baromságainak. Nézzétek meg Orbán Viktort. Be van zárkózva, magányos, az egész nemzetét bezárja egy karanténba tulajdonképpen, és nem képes tovább lépni. Tehát sem gondolati szinten, sem politikai szinten nem képes tovább lépni, a múlt embere, mint pedig a jövő. Orbánok, Gyurcsányok Magyarországa az nekünk egy megbukott történet. Hát ezt mi nem szeretnénk tovább írni. Országgyűlés majd választani fog nyilván miniszterelnököt, kell, hogy legyen ilyen, de mi egy csapatban dolgozunk együtt a Momentum elnökségével. És nekem, én nem vagyok egy ilyen messiás, akárkicsoda a Momentumban. Tehát, hogy ezek azért fontos szemléletmódbeli különbségek. A pártokkal való együttműködésben ugyanaz a Momentumnak a álláspontja, mint eddig volt. Ha rajtunk múlik egy egyéni választókerületben, hogy legyőzzük ott a Fideszt, és az az illető, aki győzni tud, az egy vállalható személy, mert azért van sok vállalhatatlan is, akkor mi meg fogjuk fontolni az ő támogatását. De ez csak is az utolsó pillanatokban, vagy hetekben, mert addig küzdeni fogunk azért, hogy mi legyünk a legesélyesebb és a leghitelesebb jelöltek. Az, aki bármilyen szintű korrupciós ügyletben részt vett az elmúlt időszakban, az, ami nem kívánunk együttműködni. Nem azért jöttünk létre, hogy még MSZP-seket, DK-sokat, jobbikosokat, akárkiket bejuttassunk a parlamentbe, hogy túléljenek. Nem ezért jöttünk létre. Másért jöttünk létre. Mi egy olyan országot szeretnénk létrehozni, amiben politikai béke honol, amiben az emberek együtt tudnak működni, amiben van közösségi érzés, van valami olyan nemzetképünk, amiben mindenki tud osztozni, és amiből mindenki egyaránt vehet, és ahol jogegyenlőség van. Mi ezt szeretnénk. Egy európai, modern, békés országot. Jó.